most már néhány éve Gyimán Bálinttal a duónk a fő projektünk. Persze mind a ketten csinálunk más, Bálintnak a saját nevén is van triója, de ez egy olyan mag lett az életünkben, amivel folyamatosan koncertezünk és folyamatosan dolgozunk következő lemezkiadáson vagy aktuális lemez megjelentetésen. És most februárban a harmadik olyan lemezünk fog megjelenni közösen, aminek ez a duó a magja. Én Belgiumban tanultam, az ottani konzervatóriumban végeztem a mesterképzést, és ezért elég jó kapcsolatom maradt a belga jazz színával, és onnan hívtunk egy fantasztikus, fiatal, dobos, zseni srácot, meg egy nagy öregnek számító, fantasztikus nagybőgőst. Úgyhogy velük kiegészítve vagyunk most ismét kvártett, de ez ugyanúgy a duónknak a folytatása, tehát aki ismeri vagy akár a Life Lover, akár a Tell Her című duó lemezünket, ez az anyag, ez abból táplálkozik, és ami azokat a hangzásokat, amiket duóban kidolgoztunk, azokat visszük tovább kvártettbe. Be tudjuk-e ezeket a front monitorokat fordítani egy kicsit, mert pont nem ott állok, ahova szól. A nyáron vettünk fel új lemezt, Bálinttal és a belga ritmus szekcióval négyesben, kvártetben. A címe az, hogy Shapeshifter, ami azt jelenti, hogy alakváltó, és ezt a címet magunkra, a zenekarra is tudjuk vonatkoztatni, hiszen duóból kvártetté válunk, de a lényeg, mint egy Transformers bábúnál, ugyanaz marad. Nem gondoltam, hogy valaha hallom a szádból, hogy Transformers bábú. Igazából ezt még, hogyha még háromszor kimondod, én nem is tudom. Transformers. Ez a lemez, a Shapeshifter című album februárban fog megjelenni a berlini Traumton Recordsnál, de természetesen Magyarországon is kapható lesz, és júniusban az egész országot, Magyarországot be fogjuk járni a turnéval, kvártetben. Ahogyan a zenét írjuk, az is nagyon sokat változott. Szerintem mindketten sokkal tudatosabb szerzők lettünk, illetve nyilván mindketten dolgozunk külön-külön saját magunkon is, hogy minél jobb zenészek legyünk, vagy inkább úgy mondanám, hogy minél gazdagabban ki tudjuk fejezni magunkat a zenén belül. Nagyon sok előzetes munkát igényelt az, hogy mi összetudjunk jönni a lemezfelvételre, és az igazat megvalva, nagyon egyszerűen mi is duóban is rengeteget dolgoztunk és próbáltunk a lemezre, sőt, egészen Belgiumba is kirepültünk próbálni a zenésztársaink mellé, és végül pedig itt Budapesten vettük fel a lemezt, és az pedig valóban ilyen projektszerűen működött, tehát addig gyakorlatilag ide költöztettük az urakat, bezártuk őket a stúdióba, és amíg kész nem lett a lemez, addig dolgoztattuk őket. De néha rendeltünk nekik pizzát. Igen. Pont ma említette az egyikük, hogy gyakorlatilag Magyarországot már csak a pizzaevéssel tudja összekötni, mert mindig, amikor találkozunk, például megérkezünk ide a hajóra, gyorsan hangbeállás, koncert, és nyilván nem nagyon van idő a legnagyobb gasztronómiai örömöket idehozni. Úgyhogy majd, ha lesz idő, elviszünk őket a csodálatosan. Érzem, hogy az első pillanattól fogva, onnantól, hogy az első hangot eljátszottuk négyen, nagyon jól működik a dinamika az új formációban is,
Nyilván Bálinttal ketten vagyunk az alapja a közös munkának továbbra is, már csak azért is, mert mi hozunk létre minden új lehetőséget, koncert lehetőséget, lemez megjelenést, stb. Tehát mi vagyunk a motor. De ebben nagyon jól beilleszkedett a két zenész. Egyébként én mind a kettőjükkel, Antoine Pierre-rel és Nicolas Thaïs Nagybőgőssel is zenéltem más formációkban, mielőtt a kvártetbe elhívtuk volna őket, úgyhogy pontosan tudtam, hogy olyan alkatokat hívunk, akikkel működni fog a kémia, működni fog a dinamika, és hál' Istennek ez be is igazolódott. A kompozíciók, meg maga a koncepció, hogy így kvártetben kezdjünk el dolgozni, az már nyilván jóval előtte megszületett, és igazából ezek a dalok is úgy születtek, hogy már fejben ott volt, hogy ez nem dúóban szólal majd meg a végén, hanem így van, már mindenki megpróbálta oda képzelni a dobot meg a bőgőt, vagy konkrétan akár Veronika bőgő szólamot írt, külön bőgő kottát, és nyilván még ez semmilyen nehézséget nem okozott, hogy kvártetben kezdjünk el megszólalni. Egy német koncertünnökséggel is dolgozunk, úgyhogy lesz jó néhány német koncertállomás, illetve Belgiumban, Brüsszelben egy színházteremben mutatjuk be a lemezt, Londonba is megyünk egy jazzklubba, Magyarországon a fő lemezben mutató koncert a Művészetek Palotája, Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében lesz, de egyébként körbejárjuk az országot júniusban. Az összes internetes felületünkön fönt van az összes dátum, úgyhogy ha valaki szeretne jönni, akkor nézze meg, hogy melyik koncert esik hozzá legközelebb.